Tom, kezdünk divatba jönni, muszlimok, de össze ne tévezd a divatot a realitással. Alexander Dugin, Putyin elnök ideológiai tanácsadója, egyébként nagyon okos ember, ugye megemlítette a muszlimokat, mint potenciális bázist, akikre támaszkodni lehet Putyin elnöknek, hiszen jön az Armageddon, ugye az utolsó óra, és ez a muszlimok könyvében szerepel, és nagyon okos ember ez az Alexander Dugin, ugyanis kiollózta a hadiszt, melyben van egy olyan Bukhari sahih idézet, hogy az utolsó óra jövetele előtt a muszlimok szövetséget kötnek Rómával. Róm, de vigyázz, a Róm az a 1400 évvel ezelőtti értelemben Bizáncot jelentette, illetve a kereszténységet. De a fene se tudja, hogy a mai értelemben mi a kereszténység. Az ortodoxia, ami Bizánc, Amerika, Európa, a valóságos Róma. Mindegy, viszont elkezdték kommunikálni. Tehát elkezdték azt kommunikálni, hogy a muszlim tömegekre szükség van, lehet ágyútöltöléknek, lehet, hogy geopolitikailag nagyon fontos, stratégiailag fontos területeken élnek, lehet, hogy az erőforrásaik miatt, bármi lehet, de hogy szükség van rájuk valamilyen érdek miatt. Nem azért, mert szép a szemük, barna a bőrük, és néha kampós, néha egyenes az orruk. Nem ezért. Tehát átneverődj. Elkezdődött Amerikában is ugyanez az udvarlás. Ho-ho! Úgy látszik, kellünk. Ütköző övezet vagyunk. Tehát várható, hogy nagyon sok muszlim magyarázó lesz, aki az iszlámot érdekének megfelelően vagy ezen, vagy azon az oldalon megérveli. Nos, én nem török pálcát se azok mellett, se azok fölött, hogy kiáll Amerika, Putyin, Ukrajna egyéb oldalán. Ez döntse el mindenki szíve belátása szerint. Én ezeket az embereket, akik most itt összekapnak, semmire sem becsülöm, ugyanis ezek mind politikusok. Pénzről szól az egész, haszonról szól az egész, és ennek ára a te életed, és az, hogy beszopatnak téged mindenféle világvége, meg egyéb dolgokkal, ami lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem, de ezt nem ember fogja elmagyarázni neked. Azt látni fogod. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.